Új diagnosztikai készüléket kapott az üllői orvosi rendelő. Az érszűkületi mérőeszközt az üllői mentőangyalok alapítvány vásárolta meg az önkormányzat támogatásával. A készülék, amit vásárolta a mentőangyalok alapítvány az orvosi rendelő számára, az egy boka kar index mérő készülék. Na most ezt tudom, hogy senkinek nem mond semmit, aki civil a pályán. Itt igazából az orvosoknak nagyon-nagyon fontos. Azért, mert egy beteg megjelenik azzal, hogy fáj a lába, fáj a karja, bizonyos fájdalmaknál, tehát a fájdalomtípus is különböző lehet, vagy a házi orvosoknak az orra idézőjelben azt mondja, hogy ennek a betegnek érbetegség állhat a háttérben, akkor nem kell rögtön ultrahangra küldeni, majd fél év múlva időpontra, vagy érsebészhez, vagy angiológushoz, hanem első körben a házi orvos döntése alapján idehozza a beteget, megvizsgálja, és kapunk egy csodálatos leletet, amin egyszerre mérve a két kar és a két láb vérnyomás értéke, az kihoz egy olyan indexet, amelynél eldönthető, hogy van-e gyanú arra a betegségre, amire gondolt a házi orvos, vagy nincsen. Ezzel igazából rengeteget segítünk a lakosságnak is, és saját magunknak is, mert ugye nem kell hónapokat várni, hogy valamiféle legalább gyanút vagy bizonyos szerezzünk a betegség kapcsán, vagy a betegünk kapcsán, hanem nagyon-nagyon gyorsan eljuttathatjuk ahhoz a szakorvoshoz, aki érdemben tenni tud ezzel a betegséggel szemben. Tudták-e már használni, vagy szerencsére nem volt még erre példa mostanáig? Igazából ezt a szakma szűrővizsgálatként javasolja, de nekünk miután a nyári szabadságok és a leterheltségünk folytán rengeteg elfoglaltságunk van, ezért nem tudtuk úgy, hogy mindenkinek megnézzük, de már használtuk abban az esetben, amikor kíváncsiak voltunk rá, hogy van-e érszűkület a betegnél. Érszűkülettel kapcsolatban mennyire mondhatjuk azt, hogy ez egy gyakrabban előforduló betegség? Nem csak a mai világban, hanem úgy folyamatában rendkívül súlyos betegségről beszélünk, mert az érszűkület az emberek köztudatában úgy szerepel, hogy a lába érszűkületes, akkor egy idő után gyógyszerek tágítják, majd legrosszabb esetben le kell vágni azt a végtagot. Na most én nem csak erről a fajta érszűkületről beszélek. Ugyanis lehet a szívben is érszűkület, lehet az egyik karban is érszűkület. Nagyon sokszor tapasztaltuk, hogy olyan panaszokkal jönnek, amit reumatikus ízületi panasznak néz hetnénk, de ezzel a vizsgálattal eldönthető, hogy az ereknek van-e valami köze a dologhoz, vagy pedig valóban reumatológiai. Tehát igazából nekünk és a betegnek, a városlakosainak nagyon nagy segítség. És bízom mindenki a házi orvosában, hogy mindenki tudja, hogy mi az, ami gyanút kelthet a történetben, úgyis kikérdezünk minden beteget. És abban az esetben, hogyha úgy látjuk, akkor már is hozzuk be, és rátesszük a gépre, és tudjuk az életét olyan módon kormányozni, idézőjelesen kormányozni, hogy minél hamarabb a megfelelő ellátást megkaphassa. A dohányzás ott van a pakliban az érszűkületnél, és egyéb más olyan tényezők, a mozgásszegény életmód és egyéb más étkezési dolgok. A magyar emberek között csak szét kell nézni, hogy akár 30-40 éves is lehet valaki, de 100-120 kilót dönget. Vannak felkapott betegségek, de ez nem azok közé tartozik. Mentőangyalok alapítványa már több esetben is segítette az üllői lakosoknak, illetve intézményekbe különböző gépek megvásárlásával. Most milyen gépet sikerült megvásárolni? Az Üllőváros önkormányzat támogatásával sikerült megvásárolnunk egy érszűkület mérőgépet. Nagyban segített az önkormányzat, a többi támogatást az alapítvány tette hozzá, hogy az orvosi rendelőben legyen egy ilyen készülék, amivel a betegeket ki tudjuk szűrni. Több esetben is már támogattuk az ülői egészségügyet, vásároltunk ózongenerátort, az iskolának EpiPent, és terveink között szerepel, hogy vagy október-novemberben egy retro bált szeretnénk rendezni, ahol egy újabb egészségügyi készüléket szeretnénk vásárolni ülő lakosság részére. Ha valaki szeretné az alapítványt támogatni, illetve segíteni munkáját, hiszen jó célokat szolgál, akkor azt hogyan és mi módon teheti meg? Különböző fórumokon tudnak elérni bennünket, a mai legdivatosabb ugye a Facebook, és
hogyha bárki bármilyen kérdést feltesz, vagy támogatni szeretne bennünket, akkor ott azonnal tudunk válaszolni neki, hogy ezt milyen formában, hogyan tudja megtenni.